Egy tervezet értelmében nem vezethetnének éjjel a kevesebb, mint 3 éve jogosítványal rendelkező gépkocsi vezetők. Az Európai Unió tervezete szerint a kezdő sofőrök éjféltől reggel 6 óráig nem ülhetnének a volán mögé. Az Európai Unió több éve azon dolgozik, hogy a közlekedést egyre biztonságosabbá tegye, így a legújabb tervezete szerint a kevesebb, mint 3 éve jogosítvánnyal rendelkezők számára megtiltanák az éjszakai vezetést. A kezdő sofőrök a tervezet szerint nem vezethetnének éjféltől reggel 6 óráig. Kijén János gépjárművezető szakoktató szerint a javaslat hátterében az éjszakai ittas vezetést szeretnék visszaszorítani a fiatal sofőrök körében, de a javaslatot nem tartja feltétlenül jónak. Én nem tartom helyén valónak azt, hogy 12 órától 6-ig, hát akkor nem közlekedjenek, de utána 5 órától 12-ig sem, a 6 órától télen, ugye? Mert télen, tudjuk azt jól, itt nálunk 5-6 órától sötétség van. Úgyhogy akkor lehet baleset veszély akkor is, sőt, a baleset veszély sokkal nagyobb télen. A javaslat hátterében az áll, hogy a felmérések szerint 2022-ben az Európai Unióban 4%-kal emelkedett 2021-hez képest a közúti balesetek halálos áldozatainak száma. Az uniós országok között az 1 millió lakosra jutó 86 halálesettel listavezető. A szakértők szerint pedig a statisztikák alapján a tapasztalatlan sofőrök okozzák a legtöbb közúti balesetet, amelyek jelentős része éjszaka történik.